Sziasztok, borkarak, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videó egy bukhol lesz. Szóval vége van az októbernek, így szokásos módon meg fogom mutatni, hogy milyen könyvek kerültek hozzám ebben a hónapban. Ha jól számoltam, akkor 9 kötet került hozzám az októberi hónapban, ebből van, ami recenzióként, van, ami kötelező olvasmány, illetve van, amit én szereztem be, és eléggé vegyes kereskedés, tehát nagyon sokfajta műfajban vannak itt kötetek, úgyhogy nézzük is meg őket. Az első könyv, ami került hozzám, azt még szeptemberben rendeltem meg a Bookdepotról. Ez egy kötelező olvasmányom lesz majd novemberre, és ez nem más, mint Paul Kalanithitől a When Breath Becomes Air. Van ennek magyar folytása is, azt hiszem, hogy Elillanó lélegzet a címe, de ebben nem vagyok biztos. Ez itt egy igaz történet egy orvosról, akit a 30-as évei végén tüdőrákkal diagnosztizáltak, és igazából ő maga írja le azt, hogy ezt hogyan élte meg. Nekem ez egy kötelező olvasmányom lesz egyetemi órára, úgyhogy itt van nálam. Egyébként is terveztem már elolvasni, mert maga a történet is érdekel, és hát végre van belőle egy saját példányom, eléggé kis picike egyébként. Nem tudom, hogy a magyar kiadás az milyen, de ő az első kötet, ami került hozzám. Aztán jött még hozzám két recenzió a Hatchet könyvektől, és hát ez két Verne kötet. Megint csak nagyon gyönyörűek, szóval majd ezt meg fogjátok látni. Az első az az Utazás a Hold körül. Az Utazás a Holdba című könyvet már olvastam, és van egy ilyen összegző, értékelő videó a csatornámon az összes Verne könyvről, amit eddig olvastam, szóval nem lesz a leírásban. De végre itt van nálam ő is, rá külön kíváncsi voltam, úgyhogy örülök, hogy megérkezett hozzám. És hát kíváncsi leszek rá, nem tudom, mikor fogom elolvasni, mert ugye a novemberi olvasmány majd azt ti fogjátok megmondani nekem, de utána mindenképpen szeretném, ha esetleg sorra kerülne, mert ő már külön érdekel, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a történetben. És a másik, aminek szintén nem tetszik a borítója, az szintén Vernétől a Rejtelmes sziget. Róla már hallottam, de igazából nem tudom, hogy miről szól. Pedig a Verne könyvek közül, talán ő a leghosszabb, ami érkezett hozzám. Meg is nézem, hogy hány oldal. Majdnem 400 oldal, de hát őt is majd szívesen elolvastam a közeljövőben, meglátjuk, hogy milyen lesz. A történetről nagyon nem tudok semmit, de így a címéről már hallottam, úgyhogy majd meglátjuk. A következő kötet, ami került hozzám, az egy viszonylag friss megjelenés volt a könyvmódképző kiadónál, és nekem rögtön felkeltette az érdeklődésemet, és ez nem más, mint Leia Stone-tól a Fallen Academy, azaz a Bukottak Akadémiája. Nekem már ez a borító kapásból nagyon tetszik, úgyhogy kíváncsiak a történetre. Ha jól tudom, ez egy fantasztikus sorozatnak az első része, nem tudom, hogy hány van összesen. A fő karakterünk Brielle, aki egy olyan világban él, ahol mindenkinek vannak angyali vagy démoni képességei, és azt hiszem neki démoni van, de egyszer bekül egy olyan akadémiára, ahol ilyen angyal leszármazottakat vagy angyal képességű embereket tanítanak, ha jól tudom. Remélem, hogy jól tudom. És igazából először a történet. Szerintem ez egy ilyen gyors, izgalmas olvasmánynak tűnik, és szívesen olvasnám hamar, ki tudja, lehet, hogy még novemberben meg fogjátok nekem szavazni, de mindenképpen szeretném hamar elolvasni, még idén. Eléggé rövidnek tűnik egyébként, tehát igen, éppen hogy 300 oldal, úgyhogy kíváncsi leszek rá. Egyébként tudom, hogy nemrég jelent meg, de ha valaki olvasta, akkor írja a kommentben, hogy tetszett neki, mert már tényleg nagyon izgulok miatta. A következő kötet az szintén egy viszonylag friss megjelenés, és már ezt is nagyon régen el szerettem volna olvasni. Már az eredeti angol verzió fenn volt a kívánság listámon legalább egy éve, úgyhogy amikor megláttam, hogy meg fog jelenni magyarul, úgy voltam vele, hogy itt az idő elolvasni. Nem más, mint Tracy Wolftól a Sóvárgás. Jó egy vastag példány egyébként, ezen meglepődtem, amikor ide érkezett, ráadásul rá van írva, hogy 2020 legjobb Young Adult könyve, amire azért kíváncsi leszek, de majd meglátjuk. A történet a Cartmere Akadémián játszódik, ahol mindenféle különleges képességre rendelkező ilyen boszorkányok, vámpírok, meg mindenféle lények vannak, és ide kerül be Grace, aki egy sima, halandó ember, akinek a szülei meghaltak, és hát ő az egyetlen halandó ember ebben az akadémiában, és erről szól a történet. Ennyit tudok róla, érdekesnek tűnik, megint csak egy ilyen könnyedebb, gyorsan haladós kötetnek. Elég jó véleményeket hallottam róla, úgyhogy pozitívan állok hozzá, de majd meglátjuk. Mi már mondtam, eléggé egy vaskos kötet, viszont az nagyon tetszik, hogy a fedő borító alatt, mint az angol kiadásoknál, nem ugyanolyan a borító, hanem sima egyszínű, és csak ide van írva a cím. Szerintem ez nagyon jó, mert olyan kis egyszerű, és mégiscsak van azért egy ilyen borítója is, szerintem ez tök szuper. Ha őt olvastatok, akkor azt is írjátok le kommentben, mert megint csak kíváncsi vagyok a véleményetekre. Aztán jöjjön most egy kis sztorizgatás, mert ez a következő két könyvhöz egy kicsit mesélnem kell először róluk. Szóval, amikor én 11-12 éves voltam, akkor került hozzám két Anne Rice kötet, azt hiszem, hogy születésnapomra, de már nem vagyok benne biztos. És az egyiket el is olvastam, másikat pedig elkezdtem és leraktam,
és ezután egyiket se találtam meg. És évek óta azon gondolkoztam, hogy hol lehetnek egyébként, és próbáltam őket újra megszerezni, mert egyszerűen csak nem lehet, hogy két könyv így eltűnik egyébként, és mindenképpen szeretem volna őket elolvasni újra, mert úgy éreztem, hogy most már jobban tetszenének. És hát kiderült, hogy az egyiket kölcsön adtam, a másik pedig egy családtagomnál volt, mert én vittem oda, aztán ott hagytam. Úgyhogy mind a kettőt visszaszereztem, és itt vannak nálam, úgyhogy muszáj volt őket ebben a videóban megemlítenem. Nézzük meg őket! Az első, amit teljesen el is olvastam, az a Vittorio a vámpír. A történet Itáliában játszódik a Medicik korában, és itt követjük Vittorio életét és azt, hogy ő hogyan lett vámpír. Igazából emlékszem, hogy tetszett a történet, de úgy voltam bele, hogy talán még nem vagyok eléggé élet hozzá, vagy akkor még nem igazán az én műfajom volt, úgyhogy majd most jól újra fogom olvasni és meglátjuk, mert úgy érzem, hogy ez akár egy kedvencem is lehetne. Kíváncsi leszek rá, eléggé kis vékonyka egyébként, tehát már akkor is jól haladtam bele, úgyhogy szerintem ez is maximum egy ilyen egy-két napos olvasás lesz majd. Nagyon szeretem a borítóját egyébként, és örülök, hogy végre újra itt van nálam. Azt a másikba belekezdtem, de aztán ugye elhagytam, mert nem is tudom, mit csináltam évek ezelőtt, de mindegy. Ez itt egy jó olvaskosabb példány, és ez nem más, mint a Lestat a vámpír. Ennek is imádom egyébként a borítóját, de ez most lényegtelen. Ahogy tudom, ő valamilyen szinten köthető az Interjú a vámpírral című könyvhöz, úgyhogy lehet, hogy még először azt fogom beszerezni és elolvasni, és utána őt. De mindesetre végre ő is itt van nálam, ő eléggé kis viseltes kötet egyébként, és ő meg Lestatról szól, és arról, hogy ő hogyan lett vámpír, kíváncsi leszek rá egyébként, mert ahogy emlékszem, eléggé elvesztem így évek között, amikor elkezdtem olvasni, de majd meglátjuk, Anne Rice szerintem egy nagyon jó író, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ő hogyan fog tetszeni. És már csak két kötet van nálam, mind a kettő képregény és recenzióként érkeztek hozzám, úgyhogy itt is köszönöm szépen őket a Fumax kiadónak. Az első kötet az Neil Gaiman és P. Craig Russellnek a képregénye, az Északi mitológia képregény első része. Ő is nemrég jelent meg egyébként a Fumax kiadónál, és gyakorlatilag az Északi mitológia főbb eseményeit dolgozza fel, ugye ennek több része lesz, ez az első. Én már nagyjából ismerem a mitológiát, mert nagyon szeretem és érdekel, és több könyvet is olvastam róla, de kíváncsi voltam, hogy milyen lesz ez egy képregény formájában. Egyébként elolvastam, és meg kell mondanom, hogy nagyon tetszett, és bátran ajánlom mindenkinek. Gyönyörű szép egyébként. Itt van egy ilyen kezdő oldal, ezt lefolytottam, logikusan északi mitológia, mindegy. Csak így néhány kép. Nagyon különleges a képi világa, nekem kifejezetten tetszett, és talán az egyik kedvenc képregényem lett, úgyhogy őt tudom nektek ajánlani. A másikat szintén olvastam, és szintén tetszett, nem meglepő módon. Ez pedig L. Ewing és Lee Garbettnek a kötete, a Loki Asgard ügynöke, Bíz bennem, Loki vagyok. Azt hiszem ez a címe. Ez is egy képregénysorozatnak az első része. Ő azt hiszem, hogy nyár végén jelent meg a kiadónál, de nem vagyok benne biztos. És hát végre itt volt nálam, és rögtön el is olvastam, szintén imádtam, mint szinte bármilyen Loki is könyvet, ami valahol a kezembe került, de ez lényegtelen. És mi már mondtam is egy első része egy sorozatnak, csak hogy mutassak pár dolgot. Szerintem gyönyörű szép, és mindenképpen megéri az elolvasást. Elég rövid kell, szóval szerintem egy ilyen egy, maximum két órás olvasás lehet bárkinek. Nekem nagyon tetszett, és bátran ajánlom nektek. Ezek lettek volna azok a könyvek, amelyek októberben kerültek hozzám. Összességében egy elég szép alag, és mindegyikre már nagyon kíváncsi vagyok. Kommentben írjátok le, hogy ti melyiket olvastátok, és hogyan tetszett, vagy az, hogy ti hány könyvet szereztetek be az októberi hónapban, és esetleg melyik volt a kedvencetek. Köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, találkozunk a következőben. Sziasztok!